Egy nagyon gyors világpolitika itt a fiataloknak, érdemes végighallgatni. Ukrajna nem fogja megnyerni a háborút, sőt, mi több, itt az Egyesült Államok azért tolta át ezt a csomagot, hogy Ukrajnát megtámasztja addig, hogy nehogy összeomoljanak a választások előtti, mert az USA-ban lesz egy választás. Az Egyesült Államok választása az nagyon nagy mértékben függ attól, hogy az USA-ban levő adófizetőknek a pénzét az elfújta a szél, vagy nem fújta el a szél, hiszen a republikánusok ezt elő fogják venni a liberálisok ellen, azaz Joe Bidenék ellen. Ha Joe Biden megy az elnök előtti pozícióért. Na már most, amit érdemes tudni a világpolitikáról, az az, hogy Magyarország belpolitikája a külpolitikától függ. Tehát neked nem lesz munkahelyed, nem fogsz tudni fűteni, nem lesz üzemanyagod, vagy rohadt drága lesz, hogyha valaki olyan kerül magyar kormányzásra, aki mondjuk nem az oroszokkal barátpárti. Miért? Magyarország geopolitikailag is, meg ugyebár, hogyha megnézed a térképet, nem kell hozzá sok ész, hogy rájöjjél arra, hogy olyan helyen van, hogy nincsen óceánunk, nincsen tengerünk, nem tudnak fajok kikötni, másféleképpen nem tud idejönni az energia, csak ugyebár csövön. Arról meg nem is beszélünk, hogy ezek a csövek, ezeket le kellett rakni évekkel ezelőtt, ezeket megcsinálták, hogyha valaki nem abba az irányba megy politikailag, ami éppen az oroszokkal párhuzamos, akkor onnantól kezdve egy Putyinék egy reggeli beszélgetés közben, miközben a tollnak a hátulját baszogatja, hogy tudjon vele írni, vagy ne, elzárja az energiát. Ha elzárják a Magyarországra a jövő energiát, akkor nem az, hogy nem fogsz tudni fűteni, hanem nem lesz azoknak a cégeknek energiájuk, akik termelnek. Innentől kezdve kivonulnak azok a cégek. Most megkérdezted azt, hogy miért nem keres Magyarországon annyit egy ember, mint mondjuk az Európai Unióban. Hát azért nem keres Magyarországon egy ember annyit, mint az Európai Unióban, mert itt 60 évig volt kommunizmus, vagy nem tudom, vagy 40 évig. Teljesen más országban vagyunk, nincsen nagyon sok dolgunk, ami mondjuk más országoknak van, mondjuk Európai Uniós országoknak, Franciaországnak, Németországnak. Sokkal régebb óta vannak, hogy mondja, energiaügyileg is, meg gazdaságilag is erősebb, hogy mondják ezt, hát testhelyzetben, így mondom neked. Na, tehát amikor ilyeneket mondasz, meg az, hogy vezessék be az eurót, akkor elmondom neked, hogy ha bevezetik az eurót, abban a másodpercben, aki az eurót adja, az fog beleszólni a magyar politikába. Na már most az Európai Unió vezetése, az ugyebár láthatjuk, hogy eléggé liberális, globalista vezetés, ami az Egyesült Államok vezetése. Ez a vezetés, mint az USA-ban is, azért próbál most per pillanat mindent, mert ez a globalista oldal, ez süllyed elfele. Amennyiben ez a globalista oldal el fog süllyedni, magával fogja rántani az egész világot. Ha nem süllyed el, akkor meg tönkre fog mindenkit tenni. Még egyszer, nem lesz olyan lehetőség, hogy a világpolitikában megváltoztassuk azt, hogy ez a globalista oldal elmerüljön. Most meg lehet kérdezni, hogy fú, akkor a izé, akkor ez az ország, meg az az ország, meg Lengyelország, meg azok miért kapták meg az uniós pénzeket? Azért kapták meg az uniós pénzeket, mert az ottani vezetést az Egyesült Államok odatolta. Amikor 2012-ben volt itt Magyarországon a szivárvány felvonulás, azt az Egyesült Államok pénzelte, mert a fiataloknak meg lehet mosni az agyát. Ez a lényeg, hogy neked az adatot meg akarja mosni ez a globális rendszer annak érdekében, hogy te azt higgyed, hogy neked az életben minden ingyen jár, minden kevesebbe kerül, neked anyagi jogon minden jár, és minden könnyű. A liberalizmus az addig működik, amíg az előző rendszernek van pénze. Ahogy elfogy, neked véged is. Onnantól kezdve, ha a liberalizmus egyszer valahova megérkezik, és fent marad, és elfogy a pénz, na, akkor jön szó szerint fasizmus szó szerint, mert elvesznek mindenedet, nem lesz semmi. Tehát amikor fiatal vagy, akkor érdemes ezeket a dolgokat átvenni, mert olyan nincs, hogy egy kalapból csak kifele veszünk, és soha nem teszünk be. Tehát most, amikor azt mondod, hogy Magyar Péter a befutó, akkor érdemes megnézni, hogy Magyar Péter az milyen irányba megy, mit akar csinálni, hogy fog egy országot esetleg vezetni, hogyha oda kerül. Mert nagyon jó beállni mögé, de nincsen jövőképetnek. Nem tudjátok, hogy mi miért történik, nem tudjátok, hogyha nincs energia, akkor nem lesz munkahelyed. Akkor nem jönnek a külföldiek, akkor nem lesz turizmus, akkor nem lesz étterem, ahol dolgozol, akkor nem lesz semmi. Tehát csóróság lesz. Tehát ezeket a dolgokat érdemes észrevenni, és nem azt mondom, hogy orbánista vagyok, csak azt mondom, hogy ezekkel a dolgokat tisztában kell lenni, és nem azt mondom, hogy Orbán meg a Fidesz a legjobb, meg a legkirályabb, csak annyit mondok, hogy külpolitikailag ők azok, akik egyedül jól vezetik jelenleg az országot, és ezzel a külpolitikával túl lehet élni.
Nem azt mondom, hogy nem kell rendszert váltani, de most ebben a pillanatban nem az, hogy nem szabad rendszert váltani, hanem öngyilkosság. Tehát amikor te kimész az utcára, mert te fiatal vagy, és azt mondod, hogy te most nagyat növesztettél, mert én is ezt csináltam, nehogy azt higgyétek, hogy nem. Ugyanezt csináltam, és én megmondom a tutit, és mindenki, aki ez lopó, csaló, izé, szemétrendszer, bla bla bla. Igen, ezt én aláírom, meg ezt én elhiszem, hogy ezt így gondolják az emberek, csak ha nem tudod a külpolitikát, akkor nem tudod, hogy a belpolitika hogy fog működni. Magyarország egy olyan ország, ami nem tud önfenntartásra, nem képes. Nincsenek csomó olyan dolgaink, ami kell hozzá. Ha külpolitikailag nem úgy intézzük a dolgainkat, ahogy intézzük, akkor belpolitikailag meghalunk. Nem lesz semmit. Tehát nézd meg, hogy nagyon sok gyár azért költözik ide, mert ugyebár itt olcsóbb a munkaerő, és van energia. És te azt mondod, hogy jaj, most a kínaiakat, vagy nem tudom, koreaiakat alkalmazzuk. Te azt a munkát nem csinálod meg, és akkor neked az a válaszod, akkor fizessék meg azt, amennyit te keresel külföldön. Nem tudják megfizetni azt, mert a mi országunk nem olyan állapotban van. Nem olyan állapotban van, mert 100 éve teljesen másféleképpen működik Magyarország. Tehát észre kell azt venni, hogy nem lehet ezt megcsinálni. Ez olyan, mintha azt mondod, hogy sokkal gyorsabban futnál, hogyha 3 lábad lenne. És ez tök jó lenne is, hogyha kimész az utcára sztrájkolni, meg elkezdesz agyat növeszteni, akkor neked nem lesz 3 lábad, hiába hitetik el veled, hogy neked gyárilag jár 3 láb, nem lesz 3 lábad, akkor se, hogyha felreállsz, hogyha fejjel lefelé leszarod a lábszáradat, akkor sem lesz 3 lábad. Tehát, hogyha ezeket az alapvető dolgokat nem tudod észbe tartani, akkor ne menjél ki az utcára, mert nem tudod, hogy miről van szó, és saját magadat fogod leszivatni. Nézed meg az ukránokat, ugyebár 2014-ben, meg 2012-ben elhitették velük, hogy nekik alanyi jogon jár az, hogy belépjenek az EU-ba, meg hogy belépjenek a NATO-ba. Elhitették velük, az Egyesült Államok csinált egy káosztot, megborították az akkori rendszert, és 2014-től kezdve elkezdték hűíteni őket. Szépen lassan behűítettek egészen addig, amíg el nem indult az ukrán-orosz háború. De 2014-től már az Egyesült Államok nagyon jól tudta azt, hogy fel kell készíteni Ukrajnát egy háborúra, mert ők rakták bele az ukránokat ebben a helyzetbe. De az ottani emberek nem tudták, hogy nekik 6 év múlva be kell vonulni, majd harcolni, mert hittek abba, amit elmondtak nekik, mert nem néztek utána. Ha nem nézel utána, akkor nem most lesz probléma 1 év múlva, vagy nem most lesz probléma 2 év múlva, ha szerencséd van, hanem majd 3 év vagy 4 év múlva visszafordulhatatlan katasztrofális helyzetet idéztek elő. Tehát ez azonnak szól ez a videó, akik mondjuk 35 év alattiak, és egy kicsikét még nem tudják, hogy hogy működik a külpolitika. És akkor még egy dolog, amit érdemes elmondani, Ukrajna tök mindegy mennyi támogatást kap, akkor se fogja megnyerni a háborút. És most láthatjuk azt, hogy Irán, Kína, Oroszország, a BRICS országok és az OPEC országok egy oldalon van. Na innentől kezdve láthatjuk azt, hogy a világpolitikában egy világpolitikai világháború van. Most lesz egy gazdasági világháború is, tehát most ez nem arról fog szólni, hogy neked jobb legyen, mert itt a nagy politikai rendszerben nem magyar részről, hanem külpolitikai rendszerben ők nem azt nézik, hogy neked van egy neved, vagy te élsz, vagy van gyereked, vagy éppenséggel vannak szüleid, hanem ők ezt leszarják. Hogyha a magyar rendszert meg akarják dönteni, akkor egy az egyben azt borítékolhatjuk, hogy ők azt se tudják, hogy te ki vagy, és a te életed az egy kibaszott tolvonással nulla, de még egy tolvonás sem szánnának rá. Szóval most amit van, azt kell megbecsülni. Nem azt kell mondani, hogy sokkal jobb lenne, most mondok egy számot, hogyha mit tudom, én most mondok valamit, nem biciklim van, hanem kis motorom, nem, most nem erről szól, hanem az van, hogy azt kell megbecsülni, mert tudjátok, valaki Afrikában meg azt mondja, hogy de jó lenne, hogyha nem egy papucsom lenne, hanem lenne 4 pár cipőm. Most arról szól, hogy ezt kell megbecsülnöd, és ezt az időszakot át kell élni. Megkérdezed, hogy hány mindenig tart ez az időszak. Ez az időszak, hogyha minden jól megy, és Donald Trump lesz az elnök, akkor majd lesz egy gazdasági világválság, amikor ugyebár nagyon sok ember padról fog menni, direkt lesz ez megcsinálva, ugyanúgy, mint a koronavírus annak idején, és akkor utána fogunk felfele menni. Tehát, hogyha Donald Trumpot megválasztják, és ebbe az irányba tudunk elmenni, akkor legjobb esetben 2 év múlva fog minden sokkal-sokkal jobbra fordulni. Ha nem választják meg Donald Trumpot, akkor rögtön az van, hogy van Magyarország, mint egy kis sziget itt valahol, azért fogunk hadakozni, hogy túléljük, és van egy
egyik oldali, meg egy másik oldali rendszer, és itt kell kitalálnunk, hogy melyik oldalhoz fogunk tartozni. Ha rossz oldalhoz fog tartozni, és meg tudják mosni a baromsággal az adat, mert te nem nézel utána a lustaságból, meg kurva fontos az Instagramon, meg a Facebookon, meg a TikTokon lenni, és nem nézel utána a világpolitikai eseménynek, akkor te fogod beszívni. De nem holnap, nem holnap után, hanem egy vagy két év múlva, és azt fogod mondani, hogy összerakod a kezed, hogy úristen, de jó lenne, hogyha meg lenne az a kurva biciklim, mert most már nem, hogy biciklim nincsen, de még zoknim sincs.